Üdvözlöm a kedves nézőket! Heti szakasz. Heti szakasz zsidókról, nem csak zsidóknak, mint ismerik ez a mottónk. A héten a heti szakaszt Darvas Istvánra ismerteti. És természetesen ott lesz vele Toronyi Zsuzsa is. Heizler András a Mazsi Hisz elnöke is stúdiónkba járt, aktualitásokról kérdeztük, merre járt és mi történik a Síp utcában. De egy nagyon érdekes riportalanyunk is lesz, Szabó György, aki nem csak a mazsök működéséről, a szociális segítségről, hanem valami teljesen új dologról, a kóser zöldségtermelésről fog beszélni. Erről kérdezem, és úgy tűnik, hogy erre is fog válaszolni. Tehát tartsanak velünk, a heti szakasz nagyon izgalmas, aktuális témákkal várja önöket. Tisztelettel köszöntjük a kedves nézőket, Toronyi Zsuzsával, a Zsidó Múzeum igazgatójával fogunk beszélgetni ma a heti szakaszról, amelynek elnevezése Hayei Sara. Hayei Sara, ami azt jelenti szó szerint, hogy Sára élete, és ez látszólag ellentétes a heti szakasz első nagyobb történetével, hiszen éppen Sára haláláról olvasunk majd. Ezzel kapcsolatban jegyzik meg a bölcseink, hogy az igaz emberek a halálukban is élőknek neveztetnek, és ez Sára kapcsán egészen biztos, hogy igaz, hiszen mind a mai napig ő egy olyan szereplője a zsidó hagyománynak és a zsidó mindennapoknak, ami szinte élőként tartotta őt itt az elmúlt több mint 4000 esztendőben. Illetve ha nem is 4000, de mondjuk 3000 esztendőben. Akkor, amikor Sára távozik az élők közül, akkor Ábrahámnak, a férjének ott a kötelessége, hogy meggyászolja őt és eltemesse, és hát természetesen Ábrahám mind a kettőnek eleget tesz, méghozzá, ha a temetést veszik alapul, akkor egészen különleges módon teszi ezt, hiszen egy komoly üzleti tárgyalást követően megszerez, megvásárol egy olyan földet, amely a későbbiekben nem csak Sárának, hanem a más jelentősebb, kimagasló alakjainak, a történelmünknek is a temetkezési helyévé lesz. Ezt a helyet úgy hívják, hogy Machpéla barlangja, és végül is, ahogyan olvashatjuk a heti szakaszban, oda temeti el Sárát. A mestereink a későbbiekben számos alkalommal fölhívják arra a figyelmet, hogy ez azért is jelentős ez a dolog, mert senki nem kérdőjelezheti meg Machpéla barlangjának a tulajdonjogát, hiszen maga a Tóra, maga a Biblia tanúsítja azt, hogy ezt Ábrahám megvásárolta. Ennek ellenére ez mind a mai napig egy komoly probléma, hogy zsidók által megvásárolt területeknek a tulajdonjogát megkérdőjelezik, de természetesen ahhoz, hogy nem csak a temetkezés, hanem egyéb Izrael földjéhez kapcsolódó micváinknak eleget tudjunk tenni, ahhoz időről időre szükség volt arra, hogy területeket vásároljunk. Ezzel kapcsolatban létrejött egy olyan szervezet, egy olyan cionista szervezet, amelyik fő céljául tűzte ki, hogy minél több területet tudjunk természetesen, szabályosan, a törvényeknek megfelelően megszerezni azon a földön, amely a miénk volt a múltban, és reményeink szerint a jövőben is az lesz. Zsuzsa, milyen tárgyat hoztál most? Természetesen ennek a szervezetnek egy dokumentumát hoztam, amit említettél, a Keren Kayemet Lo Israelnek egy emléklapját. Méghozzá én azt gondolom, hogy ez egy nagyon különleges emléklap ahhoz képest, amilyenek még vannak a mi gyűjteményünkben, hiszen azt tudjuk, hogy a Keren Kayemet megalakulásától kezdve, vagy akár még korábbi időkre visszanyúlóan is, vannak dokumentumai, vannak emlékei annak, hogy zsidók összeadják azt a kevés pénzt, amit összeadnak, hiszen ezt nem úgy kell elképzelnünk, hogy egy ember vesz egy földterületet, hanem úgy kell elképzelnünk, hogy a Keren Kayemet kasszába, a kicsi kék-fehér kasszába mindenki beleteszi azt a keveset, amit bele tud tenni, vagy hogyha teheti, akkor természetesen többet. És hogyha ez összegyűlik, akkor ez már van akkora összeg, amiért már jelentős földterületeket meg lehet vásárolni. És azokat a földterületeket, illetve azokat a
donátorokat, akik ezt lehetővé tették, beírták természetesen a Keren Kájemet aranykönyvébe, amit egyébként a Jeruzsálemi Bezalel Intézetben terveztek meg Boris Schatz és kollégái, egy gyönyörűen kivitelezett könyv, bőrrátétekkel, bibliai jelenetekkel, szántóvető jelenetekkel, a bibliai földműves hagyományt összekötve a halucoknak az álmával, azzal, hogy ők majd újra benépesítik és újra termővé teszik Eretz Izraelnek a földjét. Most, amit én hoztam, az nem ezekből a korai évekből származik, jól lehet vizuálisan nagyon hasonló azokhoz a korai dokumentumokhoz, ugyanazokat a képeket láthatjuk, amit egyébként már a Bezalel Akadémia által tervezett Keren Kájemet aranykönyvben is, hanem azt látjuk, hogy a Galutban, a diaszpórában, a szocialista Magyarországon is keletkeznek emlékei ennek a földvásárlásnak, méghozzá egy kicsit trükkös módon. Ez a dokumentum, amit a kezemben tartok, ezt Zoldán bácsi, lehet, hogy még nézőink közül is sokan emlékeznek Zoldán bácsira. Zoldán bácsi kapta ajándékba 81. születésnapjára, hogy Montrealban élő rokonok az ő nevére vásároltak, vagy az ő nevére adományoztak pénzt földterület vásárlására a Keren Kájemetnek. Itt Zoldán bácsi, aki valószínűleg 1981-ben nem lett volna abban a helyzetben, hogy Eretz Izrael földjéhez ilyen fizikai, ilyen donátori kontaktusba kerüljön, mégiscsak kaphatott egy ilyen igazolást arról, hogy neki ilyen nem csak spirituális köze is van ahhoz a földterülethez, ami akkor már természetesen Izrael állam tulajdonát képezi. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon érdekes dokumentum, azért, mert egyrészt vizuálisan összeköt minket azzal a korszakkal, amikor indul a Keren Kájemetnek a működése, hiszen ugyanazokat a képeket látjuk, ugyanakkor összeköti a diaszpórának két pontját, Montrealt és Budapestet, és mindezt összeköti azzal a területtel, ami a több ezer éves hagyomány szerint a zsidó nemzeti otthon felépítésének a helyszíne. Ma működik ez a szervezet még? Természetesen működik, hiszen ha Izraelben sétálunk mondjuk a nemzeti parkokban, akkor látjuk, hogy minden padot, minden kukát, minden pihenő helyet és minden olyan területet, ahol ma mondjuk Izrael polgárai jól érzik magukat, és a természetbe kivonulnak, ezt a Keren Kájemet tartja fönt. És egyébként a Keren Kájemet kasszákkal is lehet, vagy persejekkel is lehet találkozni, úgyhogy én innen is buzdítanék mindenkit, hogy miután a egyéb jótékony lehetőségeit teljesítette, ne feledkezzen el arról sem, hogy a Keren Kájemet ma is létezik, és szüksége van a támogatásunkra. Támogassuk a Keren Kájemetet, éljünk bárhol a diaszpórában vagy Izraelben, mert az a küldetés, az a feladat, amit ők magukra vállaltak bő 100 esztendővel ezelőtt, az még természetesen nem érte el tökéletesen a célját, és ez a szervezet ez rászolgál arra, hogy támogassuk, és azt is, hogy magáról a földvásárlásról, mint régi zsidó hagyományról tanuljunk, aki szeretne még tanulni ezen kívül, az feltétlenül jöjjön el pénteken 5 órára a rabbi képzőbe, vagy 6 órára az imára, hogyha a tanulás még nem férne bele az idejébe, de az a legjobb, hogyha tanul is, az a legjobb, ha imádkozik is, és az a legjobb, hogyha azokat a szervezeteket, amelyek Izraelért küzdenek, Izraelért dolgoznak, azokat pedig nem csak a szívén viseli, hanem esetleg ennél még többet is tesz. Legyen mindenkinek békés szombatja, Shabbat Shalom. Stúdiónk vendége Heizler András, és hogy miről kérdezzük? Arról, hogy újabban azt mesélik, hogy olyan, mint egy száguldó külügyminiszter. Nagyon nehéz volt összehozni vele ezt a mai találkozást itt a stúdióban, hisz Barcelona, Montenegro, össze-vissza röpköd a világba, úgy látszik nagyon sok intézni valóban a zsidó ügyek területén. Ezen András, üdvözöllek itt a stúdióban. Közeledik a Hanuka, de Hanuka előtt vannak más problémák is. Mi történt Zuglóba? Zuglóba a Tóra ünnepének éjszakáján a zuglói zsinagóga kigyulladt, és leégett a Tóra szekrény, és benne elhelyezett tórák meg sem isültek gyakorlatilag. Azóta folytatódott egy kivizsgálás, egy tűzrendészeti kivizsgálás, ami az utolsó információim szerint azt állapította meg, hogy egy elektromos zárlat volt a rendszerbe, és attól gyulladt ki a zsinagóga. Azóta a sérült tóra tekercseket és az elégett imakönyveket már örök nyugalomra helyezték zsidó szokás szerint. Így van, rabbiaink a tradíciók szerint a Kozmócz zsidó temetőbe eltemették a tórákat. Nagyon nagy összefogás
kezdődött a hír hallatán? Elképesztő volt egyébként. Én valamikor hajnalba kaptam a hírt, és akkor kora reggel kimentem Zuglóba megnézni. Mire kimentem már, kim voltak a biztonsági szolgálat emberei, kim volt a zuglói közösségnek az elnöke, ott volt a rabbi, és mindenki tette a dolgát. Megszerveztük, hogy mivel ünnepnap volt, hogy a zuglói hívők, akik jönnek gyanútlanul a zsinagógába, és a zsinagóga használhatatlan állapotba került, azoknak legyen hol imádkozniuk. Több zsinagógai körzet azonnal jelezte, hogy szeretettel várja őket, befogadja őket, így aztán többnyire a Dohány utcába mentek aznap, és azóta pedig a zuglói közösség a Sejbel utcába imádkozik. Felajánlások jöttek még aznap. Akartam mondani, elnök úr, hogy a Sejber gimnázium zsinagógájába. Sejber utca az a rabbi képző mellett van. Én Sejber utcát mondtam? Uh-huh. Ha Sejber utcát mondtam, akkor tévedtem. A Laki Adolf utcai Sejber Sándor iskolának a zsinagógájába imádkozik most a zuglói És csapat. Tegyünk ezer különbséget, lángok, hamarosan meggyújtjuk a hanukai lángokat. Igen. De még itten az utazásaimról két szót hagyd. Arra is sort fogunk keríteni. Akkor jó, akkor várunk. Akkor most hanuka. Hogy készül a mazsi hisz? Nagyon izgalmas. Vagy volt. Mint minden esztendőben, ez alkalommal is egy másik zsidó szervezet fogja emlékeztetni a magyar népet arra, hogy hanuka van. A mazsi hisz a saját tradíciói szerint készül. A mazsi hisznek a tradíciói, a neológiának és a magyarországi ortodoxiának is az a tradíciója, hogy a zsinagógai közösségekben és családi otthonokban gyújtják meg a hanukai gyertyákat, úgyhogy mi idén is így fogunk tenni. A hanuka érdekes módon egybe fog esni a keresztény ünnepekkel, tehát karácsony napja akkor fog bejönni, amikor nekünk a hanuka beérkezik, és szilveszter napján lesz az utolsó hanukai gyertyagyújtás. Így aztán a 8 nap alatt nagyon sok közösségünk itt Budapesten szervez egy nagyobb programot, egy zenés programot hanuka kapcsán, gyertyagyújtás kapcsán. Ha már mondta, hogy a budapesti közösségek, mi történnek a vidéki közösségekben? Vidéki közösségeknél is a hanukát azt mindig megtartják, és igyekeznek a szűkenvedt zsidó közösségen kívül a helyi lokálpatrióta nem zsidó barátokat is meghívni a hanukai gyertyagyújtásra. Akkor nézzük, mi járatban volt Barcelonában? Hát csak az utazásokkal kapcsolatban, hogy én röpködök itt fel alá, valójában minden évben ugye jönnek a zsidó ünnepek ősszel, és a zsidó ünnepek és szilveszter közé tesznek minden konferenciát gyakorlatilag, vagy karácsony közé, tehát akkor lehet konferenciákat tartani. Idén is így volt, tehát gyakorlatilag ebbe a fél évben ez a két utam volt, amiről most itt beszélünk. Mind a kettő egy nagyon fontos konferencia volt. A barcelonai konferencia az a Joint és az Európai Zsidó Közösségek Tanácsa közös szervezésében volt megrendezve. Körülbelül 150 fő vett részt ezen a konferencián, és alapvetően az európai zsidóságot érintő problémákról, és különös hangsúllyal a biztonsági kérdésekről beszélgettünk. Montenegró? A Montenegró az egy nagyon izgalmas dolog, hiszen az egy balkáni konferencia. Arról egy film is készült, amit hamarosan mi is bemutatunk. Nagyszerű, és az egy jó kis film egyébként, láttam én is. A Montenegró az a balkáni zsidó közösségek konferenciája, amire azért mindig meghívják a közép-európaiakat is, és máshonnan is, Olaszországból, Görögországból máshonnan is jönnek vendégek. Tavaly ott volt a zsidó világkongresszusnak az igazgatója személyesen, ami egy komoly rang. Idén pedig ezen a konferencián két zsidó világkongresszus alelnök vett részt, az egyik az orosz alelnök, a másik a magyar alelnök, szerint személyen. 450-en voltunk ezen a konferencián, és tudni kell, hogy ez a volt Jugoszlávia jelenlegi tagállamainak a zsidó közösségeinek a konferenciája, kiegészítve Kelet-Közép-Európával, cseh elnökkel, szlovák elnökkel, stb. Hezer elnök úr, ennyi a mi mai műsorunkba belefért. Köszönöm, hogy itt járt nálunk. Shabbat shalom. Shabbat shalom, minden jót kívánok. Stúdiónk vendége Szabó György, a mazsök elnöke. Mai beszélgetésünk alkalmával nem csak a mazsökről fogunk beszélgetni, hanem a kóser zöldségtermelésről is. De kezdjük már is a mazsökkel. Szabó úr, üdvözlöm itt a stúdióban. Jó napot kívánok. Mi történik a mazsökben?
A mazsokben azon kívül, hogy általában a szokásos tevékenységek történnek, az egyik legfontosabb jelen pillanatban lévő cselekedet, ugye a Badacsony-Tomai üdülőben folyik a felújításnak a további fázisa, amelyben egy diákszálló épül annak érdekében, hogy az odaérkező iskolás csoportoknak megfelelő körülményeket tudjon biztosítani, és nem feltétlenül a jobb és magasabb szállásigényű apartmanokat használják, hanem egy valójában ifjúsági köreket biztosítani tudó épületrészben tudjanak szállásra lelni. Ezeknek a csoportoknak kóser ellátást is biztosítanak? Természetesen, tehát nyilván az ott lévő kóser konyha teljes felszereltséggel mindenkinek a rendelkezésére áll. Természetesen akkor, hogyha megfelelő felállási felügyelet van biztosítva az ételek elkészítéséhez. Így a téli hónapokban mit tud ajánlani Badacsony-Tomaj az ifjúságnak, vagy a vikendre érkező vallásos közönségnek? Konkrétan semmit. Tehát igazából a Badacsony-Tomai üdülőnek a szezonja tulajdonképpen Pészak utántól kezdődik, és ugye Rosasonéig tart. Gyakorlatilag így a téli hónapokban főleg azokat a felújítási munkálatokat végezzük, amely ugye a közel fél éves főszezon ideje alatt szükségessé váltak. A mazsok egyik feladata a fiatalság támogatása, így a zsidó intézményekben tanuló, vagy a vidéken zsidó iskolákhoz nem jutó fiatalokat támogatják. Ezek a támogatások kiosztásra kerültek? Igen, tehát az idén is, mint az előző évekhez hasonlóan több mint 100 szociálisan rászoruló gyermek kapott támogatást a mazsöktől, 25 és 100 ezer forint közötti értékben. A pályázati bizottság minden esetben elbírálta az adott családoknak az anyagi körülményeit, és ennek alapján kerültek a díjak, vagy a támogatások átadásra Ocean és Tesco utalványok formájában, amelyeket... Ez természetesen nem a hirdetés helye volt. Igen, abszolút, tehát akkor azt kisvághatjuk, és akkor azt mondjuk, hogy és utalványok formájában, amelyeknek a felhasználása csak és kizárólag olyan cikkek vásárlására történhet, amelyek a gyerekek javait szolgálja. Hol tart az alapító a feltőkésítéssel? Hát nagyon remélem, hiszen a javaslat a feltőkítésre, leadásra került most már kicsit több, mint két hónapja, vagy akár három hónapja is. Én úgy gondolom, hogy ha 2017-re nem is, de 2018-ra várható az, hogy az alapító reményeink szerint egy olyan döntést hoz, hogy a mazsököt feltőkésíti, ezzel megnöveli a pályázatokra fordítható összegeket. Vannak, akik azt állítják, hogy a zsidó szervezetek, zsidó civil és vallási szervezetek a reneszánszukat élik. Mit tud erről mondani? Hát én javítanám a mondatot, tehát ha vannak, akik azt állítják, hogy igazából kihúznám, és valójában azt mondhatjuk, hogy a zsidó civil és vallási szervezetek valójában ma Magyarországon a reneszánszukat élik. Ugye ennek ékes tanúja ugye az új izraeli nagykövetnek a nem régebben szólt nyilatkozata, amely arról szól, hogy ugye a magyar kormány vagy Magyarország példaértékűen gondoskodik a zsidó közösségekről más nyugat-európai országokkal szemben. Tehát igazából... Hol tette ezt a kijelentést az új izraeli nagykövet? Hát még kedves Breyer is posztolta ugye a Facebookon a tegnapi nap folyamán. A Szombathelyen jelesül, amikor találkozott az ottani zsidó közösségek képviselőivel. Én úgy gondolom, hogy valójában az elmúlt évek folyamán a zsidó közösségekre fordított pénzeszközök, ebben együtt a zsinagóga felújítások, egyéb kulturális események támogatása valójában azt mutatja, hogy Magyarország kormánya szívén viseli a zsidó közösségeknek a sorsát. Szabó úr, ön egy
Magyarországon ugye többfajta zsidó szervezet létezik, és a zsidó egyházból a zsidó templomjárási szokások is szertágazódnak. Ugye vannak reformzsidók, neológok, ortodoxok, vannak a lubovicsi mozgalom hívei is megtalálhatók, sőt újabban még egyre másra alakulnak olyan zsidó szervezetek, akik imádkozással is foglalkoznak. Mi erről a véleményednek? Nyilván ez egy nagyon nagy mérföldkő a magyarországi zsidóság életében, hiszen hosszú évtizedekig az a szinte egyetlen és alapvető képviselője a magyarországi zsidóság, ugye a neológia volt, amivel önmagában véve az ég adta világon semmi baj nincsen, hiszen nagyon sokat köszönhet a zsidóság a neológiának az elmúlt évtizedekben való munkája kapcsán, hiszen életben tartották a zsidóságot, intézményeket üzemeltettek, stb. Stb. Tehát ezek olyan elvitathatatlan érdemek, amikkel felesleges vitatkozni, és aki ezekkel vitatkozik. Tehát ezek az új szervezetek nem a mazsigisz életére törnek, hanem kiegészíteni akarják. Én abszolút úgy gondolom, hogy semmiféleképpen nem a mazsigisz életére törnek ezek a szervezetek, hanem mint ahogy a világ más részein mindenki a zsidóságát másként és szabad választása szerint éli meg. Aki úgy gondolja, hogy egy egyszerűbb, könnyebb zsidó életet választ magának, az nyilván nem fogja valamely ortodox irányzatnak a kötelmeit magára vállalni. Aki úgy gondolja, hogy egy kicsit többet szeretne, a törvényeket jobban be akarja tartani, a kosherságot jobban be akarja tartani, mindent jobban be akar tartani, ő szabad választása szerint csatlakozhat bármely más ortodox szervezethez, és ez ennek a fordítottja is igaz. Eme kijelentés után automatikusan meg kell, hogy kérdezzem öntől, a választ magam részéről is van rá válaszom, de én az önére vagyok kíváncsi. Könnyű ma vallásos zsidónak lenni Magyarországon? Nem könnyű vallásos zsidónak lenni Magyarországon, nem is azért lesz vallásos zsidó valaki, hogy a könnyebbséget szerezze, vagy keresse alapvetően. Nyilván megvannak a nehézségek, nyilván megvannak a kifogások. Ugye mindig az izraeli szigurustáknak azt szoktam válaszolni, amikor megkérdezik, hogy hol lehet itt valami jó tenni, mindig azt szoktam mondani, hogy egyet vegyenek tudomásul, itt nem azt teszi az ember, amit szeretne, hanem azt, ami van. Tehát ez csak egy ezzel a kósersági lehetőségekre gondolok. Igen, ez a kósersági lehetőségre gondolok, tehát ez nem Párizs, ez nem Brooklyn, ez nem Jeruzsálem, ez a Budapest a maga kis nagyon kellemes zsidó mikroklimájával, annak pozitívumaival és annak negatívumaival együtt. Na könnyű önnek, hisz a felesége főz magának egészen fogyasztható kóser élelmeket otthon. Igen, tehát én nem, mint ahogy tévénézők, kedves tévénézők is látják, azért nem tartozom a alultáplált emberek kategóriájában. És akkor ugorjunk egy nagyot, ön nem csak a mazsöknek az elnöke, hanem foglalkozik kóser élelmiszergyártással is. Mit takar ez a mondat? Gyártással nem foglalkozom. Termesztéssel. Termesztéssel, igen. És azon túl, hogy nem is, még a termesztés is egy viszonylag egyszerű kifejezés, hiszen igazából a társaság, amit létrehoztam egy pár évvel ezelőtt, és azóta aktívan megyünk ezen a vonalon, gyakorlatilag egy új üzletág létrehozásán, vagy egy új mezőgazdasági ágazat létrehozásán ügyködik ugye Magyarországon, hiszen Európában és a világ túlnyomó többségén, nagy részén ez a termesztési ág nem ismert. Nem ismert módszerekkel, nem ismert vagy részben. Hát akkor ez egy magyar unikum? Ez ma jelen pillanatban bátran lehet azt mondani, hogy Magyarországon, Európában ez egy teljes unikum, hiszen Európában rajtunk kívül kóser mezőgazdasággal, kóser zöldségtermesztéssel senki nem foglalkozik. Abban a szűk, egyenlőre viszonylag szűk növénykultúrákban, hiszen brokkoliról, karfiolról beszélünk elsősorban, gyakorlatilag rajtunk kívül a világon egyetlen egy helyen folyik ezeknek a kultúráknak a termesztése.
amely ráadásul ugye egy folyamatos és állandó növekedés van, hiszen jelen pillanatban 6,3 hektáron gazdálkodunk, 2019 elejére már 31,9 megépített hektára. Kik a foglalkoztatottak? Foglalkoztatottaknak egy része megváltozott munkaképességű, a másik része, ha lenne, akkor egészséges munkaerő lenne. Ugye a munkaerő piaci problémák, mint ahogy mást is, minket is egyre inkább és nagyon súlyosan sújtanak. Nyilván ez egy olyan probléma, amit viszonylag nagy gyorsasággal meg kell oldani, hiszen a brokkoli és a karfiol termesztés, ez ráadásul a fóliásátras kultúrákban meglehetősen nagy munkaerőigényre van szükség. Mitől kosár a brokkoli vagy a karfiol? Mint minden zöldség, alapvetően a teljes rovarmentességet kell elérni, hiszen határozott és szigorú tiltás ugye a rovaroknak a fogyasztása alapvetően. Ezt ugye egyértelműen a termesztési körülmények hozzáigazításával lehet elérni. Mit is jelent ez tulajdonképpen? Akkor, amikor kimegy az ember a piacra és vesz egy fej brokkolit és karfiolt, gyakorlatilag egy fejjel jó esetben is több tucatnyi rovart elfogyaszt ebben a brokkolival vagy a karfiollal, ami többnyire atkák, tetvek és mindenféle egyéb kis szemmel látható kis gusztustalan lények. Ugye a mi technológiánkkal és a mi nagyon folyamatos ellenőrzésünk kapcsán, hiszen hetente érkeznek hozzánk a vallási ellenőrök Brooklynból vagy Izraelből, én a stúdióból is éppen a repülőtérre megyek a vallási ellenőrökért. Az ő ellenőrzésüknél a betakarítás pillanatában egy-egy hektárról 160 fej brokkoli vagy karfiol mintavétele történik. Ebben a 160 fejben a maximum megelegedett élő bogár mennyiség 3 darab. Na akkor most gyorsan magyarázza meg nekem, Szabó úr, hogy hogy lesz egy nyomdászból, egy izraeli katonából, egy zsidó közösségszervezőből, egy vezérigazgatóból földművelési ágat vezető ember. Hát teljesség igénye nélkül sorolta a föl kedves Breyer úr, hogy mivel foglalkoztam eddig. Így, életemben hirtelen. Voltam kőbányász, voltak standjaim piacokon, volt, tehát nagyon sok mindennel foglalkoztam. Igen, a zsidó sors. Ebben az ügyben. Néhány évvel ezelőtt, amikor még egy nagy állami vállalatnak voltam az ügyvezető igazgatója, átvettünk egy a Ferences rendtartománynak az autista majorságát kezelésre. Akkor ugye mindig azt szoktam mondani, hogy gyakorlatilag 41 néhány éves koromig ugye megvoltam róla győződve, hogy a petrezselyem a sárgarépán nyílik, vagy nő. És nem így van? És ezt követően kiderült, hogy nem. Akkor alapvetően a fehérrépán. Ja, alapvetően. Tehát ugye innen indultunk, és a majorságnak a rehabilitálása után kezdtünk el gondolkodni azon, hogy mitévők legyünk. És jutottam el arra a döntésre, hogy mindenféleképpen egy olyan tevékenységbe kell belefogni, amelyben egyedülállóak vagyunk Magyarországon, vagy akár egész Európában, vagy szinte egész világon. És azt nem mondom, hogy kézenfekvő volt erre, ebbe az irányba venni, hanem a sors vagy az örökkévaló akarata szerint pont érkezett hozzám egy amerikai megkeresés, ami arra irányult, hogy nem szeretnék-e kóser zöldségtermesztéssel foglalkozni. És ugye így indult el a történet, egy nagyon hosszú tanulási folyamat következett, ahol bejártam azokat a nagy szakértőket a világon, akik kosher termesztéssel foglalkoztak, a nagy rabbikat, akik ezeknek a szaktudása, hogy szépen lassan az évek folyamán rakódott rám az a tudás, amivel ezt végig lehet csinálni. De azt azért tudni kell, hogy az én tudásom ahhoz képest, ami ezek a nagy tudású emberek rendelkeznek, ez ennek a töredéke gyakorlatilag. Kezdetben savanyúságot is készítettek, ennek vége? A savanyúság termesztésnek vagy gyártásnak
jelen pillanatban vége. Egyrészt kapacitás hiányában, másrészt pedig nagyon nehéz kiszolgálni azokat a egyedi igényeket, amit az egyes országokban élő zsidóság ditkál ebbe az irányba, amikor Angliában azt mondják, hogy ez egy túl savanyú, amikor Bécsben azt mondják, ez nem elég savanyú, Olaszországban azt mondják, hogy ez miért édes, tehát nagyon nehéz ezt megcsinálni. De természetesen nem adtuk fel ezt a történetet, hiszen az egyik legnagyobb magyarországi konzervgyárnak a termékei már a jövő év folyamán el fognak jutni a kóser piacokra. Szabó úr, ennyi, ami mai adásunkban belefért. Legyen magának Sabbat Shalom, és a közelgő ünnepek alkalmával készítse elő a gyertyákat, hisz hamarosan Hanuka köszönt ránk. A legjobbakat, és köszönjük, hogy rendelkezésünkre áll. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.